Az MLS megyei igazgatósága az alacsonyabb osztályú csapatok számára írta ki a Nyírerdő Kupa felkészülési tornát, amelynek idei sorozatára 25 csapat nevezett. Az első körben 5 helyszínen selejteztek a megyei első, illetve másodosztályú gárdák, majd a 3 középdöntőből jutottak a legjobbak a vasárnapi fináléba. Nyíregyházán a Filó Fozi csarnok műfüves játékterén 8 együttes indult harcba a Csellegért. Elég jól sikerültek a selejtezők, illetve a középdöntők. Nagy meglepetések is voltak, például ugye a Nyír Gyula, aki többszörös címvédő, sokszor megnyerte ezt a teremtornát már rögtön az elős selejtezőbe, ugye elvérzett Nyírvátorba, de mondhatok itt más olyan remek kispályás csapatokat, akik végül nem jutottak el. Ugye például Gyulaháza a hazai pályán a középdöntőből nem tudta magát beverekedni a 8-as döntőbe, holott talán az elmúlt 6-7 évben mindig itt voltak közöttünk, és a színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok most is. Itt jelenleg a 8-as döntőbe azért ment már 5-6 találkozó, bizony voltak azért döntetlen, illetve szoros mérkőzések is, és hát remélem, hogy ez az egész nap így lesz, és jó mérkőzéseket látnak a valóban szép számú közönség. A döntőben ott volt a legutóbbi 2 kiírás győztese az Ibrányi csapat is. Kis Tamásék nem titkoltan azzal a céllal érkeztek, hogy végre hazavigyék a vándorselleget. Úgy indultunk neki, hogy az mindenféleképpen elvárás volt, hogy a döntőre jussunk be. Ha már itt vagyunk, akkor viszont én úgy gondolom, hogy mivel egymás után 2 számára sikerült megnyerni, így bátran kimerem mondani, hogy szeretnénk most is megnyerni. A vasárnapi döntő 14 meccsén 61 gól született. Az 500 ezer forint összdíjazású tornán a győzelmet végül az Ibrány szerezte meg, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte az Újfehértót. A harmadik hely a Kemecsi lett a Záhony előtt. A gólkirályi cím a 13 találatos Záhonyi Sárkány Gábor birtokába került, a legjobb kapusnak a Kemecsi Sánta Tibort, a legjobb játékosnak pedig az Ibrányi Somogyi Márkot választották meg a szakemberek. A legsportszerűbb csapat címet az Újfehértó kapta.